A baloldal felé tolódást nem csak a frissen távozók érzik. A még Vona Gábor által eltávolított Novák Előd arról beszélt az Informátornak, hogy a Jobbik teljesen feladta a jobboldaliságát, és alárendelte magát a Gyurcsány Ferenc által koordinált baloldalnak. Novák szerint Schneider Tamásnak esélye sem volt Jakab Péterék támadásai mellett irányítani a pártot. Schneider Tamás trollkommandóról, besugóhálózatról beszél, amelyeket ellene vetettek be. Ezek szerint korábban is léteztek, hiszen ez a Jobbik most nem az építkezés időszakában zajlik, hanem a korábban meglévő szervezeti egységeit használja föl rákosista módon a belső ellenséggel szemben. Én azt gondolom, hogy eddig is vállalhatatlan volt a Jobbik közössége már az elmúlt években, mára pedig úgy tűnik, hogy önmagát számolja fel.